korábbinál magasabb bért és fontos tapasztalatot szerezhetnek a nyári diákmunkaprogramban résztvevő fiatalok. A pontszámok maradnak, de a felvételi eljárás során növekszik az egyetemek és főiskolák mozgástere. A belga szimbolista szobrászat remek műveit láthatják a Nemzeti Galéria új kiállításán. Jó estét kívánok! Önök a Budai Híradót látják 19 órakor. Életbe lépett a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás. Csütörtökön és pénteken is 35 fok feletti kánikula várható, és a napi középhőmérséklet is 27 fok felett alakul. A hegyvidéken több ponton is párakapuk működnek, így például a polgármesteri hivatal előtt és a Momkult játszóterénél is várják a felfrissülésre vágyókat. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, tartózkodjon árnyékos, légkondicionált helyen. A hőség elviselésében a hegyvidék klimatizált intézményei, többek között a Momkult, a Momsport és a polgármesteri hivatal is segítséget nyújt. Nem csak fizetést kapnak, de hasznos tapasztalatot is szereznek azok a fiatalok, akik bekapcsolódnak a nyári diákmunkaprogramba, amelyhez idén is csatlakozott a hegyvidéki önkormányzat. Az augusztus végéig tartó programban résztvevők a korábbiaknál magasabb jövedelmet szerezhetnek, a 25 év alattiak SZIA-mentességének köszönhetően. Korábban a hatósági irodán, most pedig az anyakönyvi hivatalban lát el különböző adminisztratív feladatokat Papp Botond. Ő a nyári diákmunkaprogramban azért jelentkezett a hegyvidéki önkormányzathoz, mert így olyan tapasztalatokat szerez, amiket később is hasznosítani tud. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mesterképzésén tanulok a kormányzás és vezetés szakon. Korábban közigazgatás szervezést végeztem ugyanitt. Ebből kifolyólag így nyáron szerettem volna további munkatapasztalatokat szerezni a közigazgatásban, és így kerültem így az önkormányzathoz. Szintén a polgármesteri hivatalban dolgozik Fodor Tifani Csenge is. A gimnazista lány egy külföldi tanulmány útra gyűjt. Azt mondja, mindenképpen hasznosan szerette volna tölteni a vakációt. Oktatás és közművelés irodában dolgozom. Igazából mindenféle munkát, irodai munkát és könyveket rendszerezek. A munkatársaim nagyon segítőkészek és mindenben segítenek, szóval igazából nem csak egyedül végzem a munkát, hanem segítenek ebben. Az önkormányzat irodái a nyári hónapokban is folyamatosan működnek, a zavartalan ügyintézést ilyenkor is biztosítani kell. Hatalmas segítséget nyújtanak nekünk a diákok, mert az irodánk is és a hivatalunk is nyári szünetet nem tart, viszont azért nyári szabadságolások vannak, és igyekszünk úgy szervezni a munkavégzést, hogy mindenféle adminisztrációs segítséget, terhet próbálunk velük végeztetni, mert ez segíti a hatékony és gyors munkavégzésünket. A 2013 óta működő nyári diákmunkaprogram elsősorban bértámogatással ösztönzi a középiskolások és egyetemisták szünidei foglalkoztatását. A fiatalok június közepétől jelentkezhettek, majd júliustól az önkormányzatoknál a turizmusban, vagy éppen a vendéglátásban működő vállalkozásoknál dolgozhatnak. Az önkormányzatok esetében legfeljebb napi 6 órás munkavégzésre nyújt támogatást a program. A diákok bére pedig a feladatkörtől függ. A szakképzettséget nem igénylő munkáknál általában ilyen munkákat végeznek a gyerekek, mert hiszen vagy még középiskolások, vagy csak érettségük van, bruttó 150 ezer forint per hó. A szakképzettséget igénylő munka esetén 195 ezer forint a bruttó jövedelmük. Idén, jövőre valószínűleg ez változni fog, mert mindig hozzáigazítják az aktuális bérhelyzethez, bérszinthez. Ami fontos még ugye, hogy a 25 év alatti diákok, gyerekeknek, diákoknak, fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni, tehát ennek az összegnek viszonylag nagy része megmarad náluk, ami szintén nagyon kedvező. Idén országosan csak az önkormányzatoknál mintegy 25 ezer fiatal vállalt munkát. Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a férfit, aki horogkeresztet festett a Frankelleo úti zsinagóga falára. A 48 éves férfi elismerte, hogy ő festette az épületre a tiltott szimbólumot. A rongálót hétfőn fogták el a rendőrök, jelenleg szabadlábon van. Két napon belül bíróság elé állították azt a férfit, aki kifosztott egy alvó embert az egyik belvárosi villamos megállóban. Az esetet térfigyelő kamera is rögzítette.
A kifosztott férfi részeg volt, ezért nem vette észre, hogy a tolvaj kiveszi a kezéből a telefonját. A megszerzett zsákmánnyal azonban nem jutott messzire. A rendőrök egy perc alatt a helyszínre értek és elfogták. A többszörösen büntetett férfit gyorsított eljárásban állították bíróság elé, amely 2 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megtörtént az elsőfokú bűnösség megállapítás, az ítélet az azonban nem jogerős, mert kollégáim szerint ez a 2 év 6 hónap fegyházbüntetés és 3 év közügyektől eltiltás, ez nem elegendő a büntetési célok elérésére, nincs elég elrettentő ereje kifelé, illetve nem alkalmas arra, hogy ezt az embert a jövőben visszatartsa újabb bűncselekmény elkövetésétől, ezért súlyosításért jelentett be fellebbezést az ügyész, mert álláspontunk szerint hosszabb tartalmú fegyházbüntetés szükséges. A modellváltás tovább javítja a finanszírozási lehetőségeket és az intézmények önállóságát. Erről beszélt híradónknak Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. A felvételi pontszámok a jövőben sem változnak, de az intézmények mozgástere növekszik. Kis hiány 100 000 fiatal jelentkezett a hazai főiskolákra vagy egyetemekre, és 3/4 részüket első nekifutásra fel is vették. Aki a július 21-i első körben nem került be az általa elsőként megjelölt intézménybe, augusztus 5-ig még egy esélyt kapott, hogy másik egyetemre vagy szakra jelentkezzen a pótfelvételi keretében. A magyar felsőoktatás jelenlegi rendszerére jellemző, hogy az egyik leghallgatóbarátabb, hiszen amíg a korábbi években az állami finanszírozása 70%-ot sem érte el, addig most a hallgatók több mint 82%-ának nem kell fizetni a tanulásért. A felsőoktatás átalakulása, pontosabban a modellváltása tovább javítja a finanszírozási lehetőségeket és az intézmények önállóságát, ám ahhoz, hogy ezek az elemek az oktatás nívóját is emeljék, a felvételi rendszert is ki kellett igazítani. A közelmúltban ez is megtörtént. Az eddig 500 pontos felvételi rendszer továbbra is 500 pontos marad. Jól működött eddig a központi koordináció, a felvi rendszeren keresztüli jelentkezés, ez ugyanígy marad a jövőben is. Azonban az 500 pontból lesz 100 olyan pont, amelyet az intézmény, az egyetem határozhat meg az adott képzésnek, az adott egyetemnek megfelelően, így tehát szóbeli, felvételi, motivációs levél, akármilyen más sporteredmény, tehetséggondozás, hátrányos helyzet, vagy sok minden más olyan pontot adhat az intézmény, amelyet ő fontosnak lát. A fennmaradó 400 pont pedig úgy oszlik meg, hogy 100 pont a tanulmányi eredményekre, 300 pont pedig az érettségi eredményekre fog korlátozódni. És itt is amúgy az intézményeknek a szerepe megnő, hiszen abból a tantárgy mátrixból, abból a tanulmányi mátrixból az intézmény jelölheti meg azt, hogy mely tantárgyakat kíván figyelembe venni, illetőleg jelölheti meg azt is, hogy az érettséginél emelt vagy középszintű érettségit kíván meg. Ahol a lehetőség, ott a felelősség. Ez a rövid mondat volt az átalakítás mottója, és ez jól tükrözi a szándékot, hogy az intézmények már a kiválasztás folyamán az adott területre legalkalmasabb fiatalokat hívják magukhoz. Az egyetem is jobban meg tudja válogatni azokat a hallgatókat, akiket fölvesz, hiszen hogyha van egy ilyen egyetemi felvételi lehetőség ebben a 20%-ban 100 pontban, akkor jobban meg tudja nézni azokat a készségeket, képességeket, amelyet majd az egyetemhez és az adott képzési törlethez illeszkednek, másrészt pedig a leendő hallgatónak is van lehetősége arra, hogy jobban megismerje az egyetemet azáltal, hogy az egyetemi felvételi folyamatban immáron 20% az egyetemtől függő pontokat biztosít. A magyar egyetemisták 3/4 modellváltó intézménybe jár, és ehhez a modellhez sokkal rugalmasabb felvételire volt szükség. Egy olyan rendszerre, amelyben kitapinthatóan megvan az adott intézmények és a leendő hallgatók találkozási pontja. Éppen ezért felkészülési időt is hagynak az új felvételi rendszerre. 2 éves átmeneti időt biztosítunk, tehát ezek az új szabályok először azokra a felvételizőkre fognak vonatkozni, akik 2024 őszén kezdik majd meg a felsőoktatási tanulmányokat, mert azt mondjuk, hogy jó ma a magyar egyetemistának lenni, hiszen egyre jobbak a magyar egyetemeink, a ranglistán haladunk előre, 11 egyetemünk van a világ élvonalában, a legjobb 5%-ban, ide jár a hallgatók 2/3. Az új felvételi eljárásra tehát 2024-től kerül sor, ám ennek van egy eleme, amelyet megőriznek a jelenből. Aki önkéntes katonai szolgálaton vesz részt, akár 64 többletpontot is írhat a felvételi pontszámához. Tovább nőtt a koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon. Az elmúlt héten 16.249 új megbetegedést regisztráltak, és meghalt 117, többségében idős, krónikus beteg.
Jelenleg 50.543 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, köztük 9-en vannak lélegeztetőgépen. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban. Ezért őket az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás pedig mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző vakcinát. A koronavírus elleni védőoltás folyamatosan elérhető. Nem csak a házi orvostól vagy a házi gyermekorvostól lehet kérni, de a kórházi oltópontokon is, ahová péntekenként időpontfoglalás nélkül is lehet menni. Egyelőre stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyaga. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei Budapesten belül 3 helyszínen végeznek rendszeres méréseket, és az elmúlt héten egyik helyszínen sem tapasztaltak számottevő eltérést. A fővárosban mindhárom mérőponton az emelkedett kategóriába sorolható a vírus szennyvízben mért koncentrációja. Kiállításokon ritkán szereplő szobrokat is bemutat a Nemzeti Galéria új tárlata. Az Eszmény felé című kiállítás a belga szimbolista szobrászat remekeit vonultatja fel. Bronzból és márványból készült, finoman megmunkált női alakokkal találkozhatnak a látogatók a Magyar Nemzeti Galéria új kabinet kiállításán. A tárlat a belga szimbolizmus korába kalauzol el a 19. század végére, amikor Brüsszel Európa egyik kulturális központja lett. A belga művészet átalakulása már a század közepén megkezdődött, felszámolták az addigi konvenciókat. A megújulással teli időszakban a szimbolizmus volt a legfontosabb és a legszélesebb körben terjedő művészeti irányzat, amely a szobrászatban is erőteljesen éreztette hatását. A századforduló egy nagyon ellentmondásos időszak. Egyrészt már több évtizednyi pozitivizmus van ezek mögött, a művészek mögött, tehát a tudományban, a fejlődésben vetett hitben. Ők már némiképp megcsömörlöttek. Tehát egy misztikusabb, igazából a valóságon túl látó művészet felé fordultak, és ez jelenik meg ezekben az alkotásokban is. A Budapesten rendezett nemzetközi kiállításokon az 1890-es évektől kezdve megjelentek belga művészek alkotásai, amelyekből a magyar múzeumok is rendszeresen vásároltak. Így gyűlhetett össze a belga szimbolista alkotások tekintélyes gyűjteménye a Szép Művészeti Múzeumban. Ennek a kabinetnek, ahol vagyunk, a szerepe az, hogy időszakosan olyan szereteket mutassunk meg az anyagunkból, amik általában nem szerepelnek az állandó kiállításon. Ilyen ez az anyag, ami egyébként nagyon korrens, nagyon kvalitásos, de ritkán szokott szerepelni a látogatók előtt. Egyébként a századforduló, a szimbolizmus egy olyan időszak, ami nagyon összetetten és gazdagon reprezentált a gyűjteményünkben általában, de vannak ezen belül is olyan szeletek, mint ez a belga szimbolizmus, ami kifejezetten kiemelkedik. Kovács Anna Zsófia szerint a szimbolizmus nem csak a művészek, de a befogadók, a nézők számára is hatalmas szabadságot ad. Egy-egy szobornak akár 3-4 különböző címe is lehet, ennek megfelelően pedig többféle módon is értelmezhetőek az alkotások. Nagyon érdekes volt számunkra, amikor kutattuk az anyagot, hogy valóban melyik az a cím, ami talán a legjellemzőbb, melyik az, amit használtak elsődlegesen abban az időszakban, hiszen ugye minden címváltozat, ugye a fordítás is számít, hiszen ezek alapvetően francia címek, ugye alapból. Minden változtatás egy nüansznyit változtat magán az alkotáson, és úgy, ahogy maga a látogatható befogadhatja a művet. Az Eszmény felé című kamarakiállítás jövő év január 29-ig látható a Magyar Nemzeti Galériában. Önök a Budai Híradót látták. Műsorainkat a Hegyvidék Televízió honlapján is megnézhetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!